Roku! Nem csak Tatáról, Sopronból, Budapestről is érkeztek sportolók a rendmelyese hagyományos nyári edzőtáborába. A Kyokushin Karate egy olyan irányzat, amelyben a fizikai képességek fejlesztése mellett az emberi értékek megőrzése és az ifjúság egészséges életmódra való nevelése is fontos cél, mindez a test és a lélek harmóniájában. A résztvevők tapasztalt mesterektől tanulhatnak ezen a héten. 32 éve karatézom Sopronban, Kamikáze Karate Egyesületnek vagyok a vezetője. Többféle edzésmódszerünk van, ugye most éppen technikázni fogunk, alaptechnikákat fogunk gyakorolni, főleg haladásban, különböző állásokban mindenféle ütések és rugásoknak a kombinációit gyakoroljuk. Reggel már volt egy jó kis erőálló képességjegyzés, az meg mindenféle erősítésekkel, meg egyéb kellemes dolgokkal. Délután meg főleg küzdelmi feladatokkal. Itt is elsősorban védekezés, támadás, visszatámadás, elmozgások és egy csomó ilyen dolog. A táborban hagyomány, hogy az együtt töltött idő elsősorban a tanulásról szól, így a 64 jelentkezőnek minden erejére szüksége van, hogy a napi 3 edzést eredményesen teljesítse. Reggel 7-től 7:30-ig, 10-től délig és este 6-tól 7:30-ig. Igazából azért jöttünk, tehát nem csak azért, hogy jól érezzük magunkat, hanem jól érezzük magunkat és jól elfáradjunk. Annyit edzünk, mint 2 hónap alatt néha, többet fejlődünk, többet tanulunk. Meg hát olyan érzései térjenek haza, hogy azért tényleg volt izomláz, minden volt, tehát fejlődés, tanulás. Egészen a 8 éves, nem is a 7 éves a legkisebb, és van itt ilyen 40 év fölöttiek jó páran, úgyhogy vegyesen. Sőt, még a 50 év fölöttiek közel az 50-hez is vannak egy páron. Az intenzív gyakorlás mellett persze, aki bírja erővel, további színes programokból is válogathat a fényes szomszédságában. Van, tehát azért kell, meg lesz is nekik. A mindennapos fürdés az ugye benne van, az alap, tehát lesz mellette nekik buborékfoci, lesz egy habparti, úgyhogy meg egyéb ilyen vetélkedők. Tegnap és este például vannak, akik ugye első edzőtáborozókat, ilyen bemutatkozó estet tartottunk, ott egy-két ilyen kérdést tettünk föl, tehát igazából ilyen hangulatot teremtettünk, vagy hogy egyvel közelebb hozzuk egymáshoz őket. Napi 3 edzés mellett azért van egy hetente egyszer azért bele szokott férni, de van, amikor kétszer is, egy éjszaka, egy fél, egykor egy ébresztő, és akkor is van egy órás edzéstréning. Mikor hogy kapcsol egy versenyen, és sok esetben azon, hogy hú, most hirtelen sorra kerül, akkor itt regenerálni kell egy-kettő. Tehát meg egy kitartás, tehát ez a szívbe és a lélekbe történik nekik az éjszaka, hogy nem adják fel. Monoton dolgokat csinálunk, ugyanazt egy órán keresztül belefásul be, de agyba, hogy mennyire fárad, de mennyire nem. És volt olyan gyerekem, aki 1000 rugást máigerit rúgtunk mondjuk fejre, minden 1000 az kőkeményen lerúgta, tehát az alkalappa.